Brüsszellel is, a legnagyobb baj nyugat-európai ország nagy többségével is, hogy bár sokat beszélnek toleranciáról, de alapvetően intoleránsak, nem képesek a sajátjuktól eltérő társadalmi fejlődést elfogadni, elnézni, tolerálni, még akkor sem, hogy egyébként ők tértek el a gyökerektől. Üdvözlöm kedves nézőinket, önök a Nézőpontot látják, a Ma Hét Média Család politikai magazin műsorát. Illusztris vendéget köszönhetek a stúdióban, Gulyás Gergely urat, a miniszterelnökség miniszterét. Üdvözlöm! Jó napot kívánok, köszönöm szépen a meghívást! Először is Isten hozta nálunk, miniszter úr, és ha már egy évforduló alkalmával, hogy a Magyar Kultúra napján beszélgetünk, ugye január 22-én, ma van a himnusz, hát ha nem is befejezésének, de a jóváhagyásának, ugye azt szokták mondani, kölcsei ezen a napon hatta jóvá a végleges változatát a költeményének, akkor egy magyar kultúrához kapcsolódó kérdéssel nyitnék. Mit gondol ön számára, akár szubjektíven, mi a magyar kultúra csúcs teljesítménye? Melyik az a mű, legyen az irodalmi mű, zene, művészeti alkotás, bármi egyéb? Ez is szerencsés helyzetben vagyunk, hogy erre a kérdésre kell válaszolni, mert a magyar nemzet egy rendkívül gazdag kultúrával rendelkező, rendkívüli kulturális teljesítményekkel rendelkező nemzet, úgyhogy nehéz is egyetlen egyet kiválasztani, hogyha már a költészet említette, akkor nálam Arany János az első, tehát a magyar nyelv gazdagságát nála jobban kifejezni az irodalomban talán senki nem volt képes, de még ez is egy nagy vita, hiszen ha jól tudom, a legtöbb szót ő használta, de kétségkívül a 20. századnak is számtalan remeke van, és nagyszerű költői teljesmény. Ha egyet muszáj mondani, és mondjuk pont a költészetet emeljük ki, akkor nálam Arany János. Konkrét költeményt esetleg van kedvenc verse? Balladák, vagy az őszi kékkorszakból? Sok van. Hogyha balladákat kérdezi, akkor a Hamis tanú, ami szerintem az egyik legtökéletesebb, bár távolról sem a legismertebb. Igen, épp ezt akartam mondani, nem egy közismert verse. De mondtam korábban versmondó versenyen is, de nyilván a legismertebbet nézzük, a Velszibárdok is zseniális, és bármennyire ismert, és ilyen értelemben, ha ma még 19. századi költők művére lehet használni, populáris, tartok tőle, sajnos már nem, akkor is nagyszerű bárhányszor olvassuk, de bármelyik a Hídavatásra elkezdve, bármelyik Aranyvalada, egy remek mű, Ágnes asszony nyelvi gazdagsága, mondjuk egy sírást és a könycseppeknek a záporozását úgy kifejezni, hogy azt arany teszi, Liliomról, Pergő harmat, hullóvízgyöngy, hattyú tollán, alig ha lehetne szebben megfogalmazni. Van esetleg olyan kedvence, vagy olyan titkos favoritja, ami mondjuk nem annyira népszerű, vagy nem annyira ismerik a nagy közönség. Most nem említette, hogy ezt az aranyballadát, de ezen kívül akár művészeti alkotás, vagy konkrét művész, ami talán nem olyan népszerű, mondjuk, mint Arany János, aki ugye az egyik legkedveltebb magyar költő, de mégis az ön számára valamiért kedves, valamiért közel áll a szívéhez. Engedje meg egy példát a sajátomból kiindulva, mondjuk a Cseh Tamás, aki ugye ma ünnepelni 80. születésnapját, bár egy kifejezetten ismert magyar művész volt, de talán a Csengei Dénessel közös albuma az nem a legismertebb és a legkedveltebb albuma. Én azt nagyon szeretem. Például valami ilyesmire gondolok az ön esetében. Ha Cseh Tamás ebbe a körbe esik, mert én őt még a népszerű közé sorultam volna, és az ismertek közé, akkor tudok csatlakozni. Tehát akár a Születtem Magyarországon, Budapest, vagy bármelyik éneke, az mai napig aktuális. A Demokráciát már nem ismerem mondani, de ha valaki ma a Cseh Tamás Demokrácia című számának a szövegét csak megnézi, akkor nagyon jót tud nevetni, hogyha esetleg nem ismerné. Említette, sőt azzal kezdte a válaszát, hogy azért ahhoz képest, hogy mondjuk azt milyen kevesen vagyunk, mondjuk ott 15 millió magyar, mégis kulturális csúcs teljesítmények fűződnek a magyarsághoz. Mit gondol, ez minek köszönhető? Mi a titka a magyaroknak, nekünk magyaroknak, mi a titkunk, hogy végülis kevesen vagyunk, mégis a legnagyobb nemzetekkel felérő kulturális teljesítményre voltunk képesek itt az elmúlt jó néhány száz évben? Biztos, hogy ennek sok oka van. Bízunk benne, hogy az egyik ilyen az, hogy egy tehetséges nemzetként tekintünk magunkra, és talán ezt nem csak az elfogultság mondatja velünk, de ha egy okot kell kiemelni, akkor valószínűleg az a nyelv. Tehát a magyar nyelv valóban páratlan és egyedülálló, nem belemenve különböző vitákba, az biztos, hogy ha a finnek nyelvrokonaink is, az is egy tőlünk távoli ország, és legyünk őszinték, a nyelv is egy távolálló nyelv, tehát nyugodtan mondhatjuk, hogy itt a szláv rengetegben a magyar egy teljesen egyedülálló nyelv, viszont egy nagyon gazdag, nagyon nehéz ragozó nyelv, ami önmagában lehetőséget ad arra, hogy egyedülálló szépségét is, ha valaki tudja használni, akkor kifejezhesse, és miután
a nyelven tudunk megnyilvánulni, és ez az, ami képes leírni az érzéseket, gondolatokat, a kultúra pedig mégiscsak ezeknek a különböző formában irodalmi zenei kifejezése. Ezért szerintem a legfontosabb hozzájárulás ahhoz, hogy kulturálisan ilyen gazdagok vagyunk, az maga a magyar nyelv. Ez az elkülönülés, ez a változatosság, az a különbözősége a magyar nyelvnek hozzájárulhat ehhez a... Hát az otthontalanság nem jó szó, hiszen otthon vagyunk a Kárpát-medencében, de ahhoz a kívülállósághoz, amit sokszor érzünk, akár az európai politikai csatákban is, hogy Magyarország mintha egy kicsit kilógna abból az uniformizált sorból, ami sajnos most már egyre inkább jellemzi az Európai Uniót, vagy akár az egész kontinenst. Az biztos, hogyha magyarul többen beszélnének, és a magyar nyelvet többen értenék, akkor még Magyarországgal kapcsolatos viták objektívebbek lehetnének. Bár nem, sajnos nincs okunk azt feltételezni, hogy azok, akik ezekben a vitákban velünk szemben állva vesznek részt, azok törekszenek az objektivitásra, de mégis néhány tény kevésbé lenne megkerülhető. Úgyhogy valóban ez is hozzájárul ahhoz, hogy a magyar egyedülállásnak az érzése az egyébként nem évtizedek, hanem talán évszázadok óta jellemzi az országot, a nemzetfelfogást. Még talán egy pesszimizmushoz is hozzájárul. Antal József mondta, hogy pesszimista nép vagyunk. Ezen egyébként jó lenne változtatni, de az biztos, hogy a buslakodás is része a nemzeti hagyományunknak, és jó néhány olyan irodalmi mű van, ami ezt fejezi ki, és ami szintén valamelyest meg tudja fogalmazni azt, hogy egy nemzet mit gondol magáról, hogyan viszonyul a saját történelméhez. Ha már Antal Józsefet említette, és ezt a pesszimista nemzet, a magyar, mit gondol? Ön hisz egyébként ebben a nemzetkarakterológiában? Vannak bizonyos nemzetekre jellemző tulajdonságok, amik úgy nagy általánosságban mégis megállják a helyüket? Ugye ez a nagy európai vita. Szerintem ez természetesen ez igaz, és egyértelműen igen a válasz, de az is igaz, hogy ez nem származási vagy genetikai alapon áll, hanem egész egyszerűen egy közösség, ahogy él, akit befogad, aki velünk él, az valamelyest jó esetben alkalmazkodik ehhez, és ilyen értelemben a magyar nemzetnek, sőt egyébként még az egyes nemzetrészeknek is, mondjuk Hunnia és Pannonia közötti különbségekre tekintettel vannak sajátos jellegzetességei. És ha már itt tartunk, Hunnia és Pannonia, ez hát is vezet a következő kérdésemre, ugye 200 éves feloldhatatlan vita, sőt lehet, hogy már 3-400 éves is, hogy hol van Magyarország helye Európában. Nyugati állam, közép-kelet-európai, Kompország, ugye Németh Lászlón át, Adiig, rá számos nagy magyar foglalkozott ezzel a kérdéssel. A személyes véleményét kérdezném, miniszter úr, hogy ön hol látja a magyarság helyét Európában? Szerintem Magyarország helye, ha a politikai formációkat határozunk meg, akkor ott van, ahol tagok vagyunk. Tehát nem kérdés, hogy a rendszerválasztás egyik célkitűzése az volt, hogy legyünk az Európai Unió tagjai, legyünk a NATO tagjai, és bármennyi csalódás is ér bennünket az Európai Unióban, és ér nap, mint nap, jobb alternatívát ma sem látunk. Ugyanakkor, ha az a kérdés, hogy melyek azok az országok, amelyek a magyar társadalom értékfelfogásával, világnézetével rokon társadalmak, akkor azokat egyértelműen Közép-Európában találjuk meg, döntően azok között, az országok között, akik a kommunizmus időszakában, a II. Világháborút követően sokat szenvedtek. Úgyhogy én a közép-európai együttműködésnek, összefogásnak, visegrádi négyeknek, vagy akár ennek még kiterjesztésének is nagy hív vagyok. Ha már az Európai Uniónál tartunk, mit gondol azok a viták, amik most egyszerűsítsük le, a Budapest és Brüsszel között zajlanak, azok politikai természetűek, feloldhatóak, vagy húzódik itt valami mélyebb dolog, valami olyasmi, amit most itt lassan az elmúlt 10 percben itt fejtegettünk, azokkal a dolgokkal magyarázható? A helyzet az, hogy lényegesen mélyebb dolgok húzódnak valóban, és azért nehéz ezeket ma már rendezni, mert Brüsszel a jogállam alapelveit réges-régóta feladta, tehát kizárólag hatalmi jellegű küzdelmek vannak. Ma már a bizottság a legmagasabb szintű megbeszéléseken sem ad arra, hogy még a közösségi jog alapján, az unió közös jog alapján megalapozottá tegye a saját érvelését, hanem hatalmi alapon próbál meg a tagállamoknak, különösen a kisebb vagy közepes méretű tagállamoknak, Magyarország az utóbbi kategóriába tartozik, utasításokat adni, vagy politikai követeléseit érvényesíteni. Ez egy baj, ez a legnagyobb veszély az Európai Unióra nézve, hiszen hogyha nem tudjuk sok szempontból különböző társadalom
fejlődés mellett a jogot, a szerződést, vagy a szerződéseket közös alapelvként és közös alapszabályként elfogadni, és ehhez nem tartja magát mindenki, különösen az a bizottság, ami egyébként a szerződések őre lenne, akkor az nagyon maradandó, akár helyrehozhatatlan károkat is okozhat az Európai Unióban. De valóban, hogyha a kérdés eredeti tartalmával visszatérve, hogy mélyebbek-e a különbségek? Igen, mélyebbek a különbségek, mert ha valaki megnézi ma a német társadalmat, vagy a holland társadalmat, vagy a szlovák, vagy a lengyel, vagy a magyar társadalmat, akkor alapvető különbségeket fog találni, és Európának szerintem a nemzeti sokszínűség az erényei közé tartozott, még akkor is, hogyha egyébként a nemzeti sokszínűség miatt ilyen nagy társadalmi különbségek nem voltak néhány évtizeddel ezelőtt, mint ma vannak. Azt kell mondjam, hogy a vasfüggöny fennálltának idején politikai különbség természetesen volt, az állam működésében rejlő különbség nagyobb volt, mint valaha, és sokkal nagyobb volt, mint ma, de a társadalmi különbségek nem voltak akkorák, mint ma. Nyugat-Európa gyakorlatilag meghaladott mostanra minden olyan hagyományos a társadalmat összefűző értéket, amelyre Európa hosszú időn keresztül épült. Kérdés, hogy ez hogyan állunk, akkor természetesen mi nem akarjuk ezt követni, de mi mégse gondoltuk azt, hogy bele kell szólnunk abba, hogy a hollandok, a skandináv országok, vagy pedig a németek miként éljék az életüket, és miként szabályozzanak alapvető társadalmi kérdéseket. Az, hogy ők úgy gondolják, hogy beleszólhatnak, és az érdekérvényesítés lehetőségeként tekintenek Brüsszelre, a bizottságra és az uniós intézményekre. Visszatértünk a nemzetkarakterológiához, hogy a magyar nép az egy élni és élni hagyni filozófiát követ. Ahogy hallgatom önt, hosszú távon mit gondol, jövőben, közel, középjövőben feloldható ez a ez az ellentmondás, vagy ez a probléma, ez az alapvető probléma az Európai Unió működésével, vagy a folyamat most már annyira széttartó Magyarország pályája, vagy a közép-európai államok pályája, a V4-eki és a nyugati mag-európai, hogy ezzel már nem nagyon lehet mit kezdeni. Leegyszerűsítem, szétfeszítheti az Európai Unió kereteit ez az ellentét, amiről itt az imént beszélt? Ez a legrosszabb forgatókönyv, és szerintem ezt a magyar egy pessimista nemzet, ha már emlegettük. Igen, de kétségkívül egy létező, de rossz és szerintem nem kívánatos forgatókönyv. Ugyanígy létező, rossz és egyáltalán nem kívánatos forgatókönyv, hogy sikerrel járjon az az uniformizálásra való törekvés, ami ma Nyugat-Európát jellemzi, akik mint egy rossz lelkiismerettől vezettetve úgy gondolják, hogy ha már ők feladtak számtalan olyan értéket, amin a saját társadalmuk is alapult, akkor Közép-Európának is fel kell ezt adnia, és akkor marad az arany középút, hogy Európát intézményileg, politikailag egyben tartani, egy közösség részének tudni, de elfogadni a különbözőségeket. Tehát ma a legnagyobb baj Brüsszellel is, a legnagyobb baj nyugat-európai ország nagy többségével is, hogy bár sokat beszélnek toleranciáról, de alapvetően intoleránsak, nem képesek a sajátjuktól eltérő társadalmi fejlődést elfogadni, elnézni, tolerálni, még akkor sem, hogyha egyébként ők tértek el a gyökerektől. Tehát az egyetlen megoldás, amit figyelembe tudunk ajánlani, hogyha a tolerancia eredeti értelmével megismerkednek, akkor tudomásul lehet azt venni, hogy egy politikai közösség, egy egységes belső piac az lehet működhet eredményesen akkor is, hogyha egyébként a társadalmaik nagyban különböznek egymástól, és szerintem legyünk büszkék arra magyarok, és közép-európai népek mindegyike, ideértve szlovákokat is, lengyeleket is, cseheket is, hogy azt az utat a társadalomfejlődésben nem követik az országaink és nemzeteink, amelyet egyébként Nyugat-Európa saját maga számára kijelölt, vagy anélkül, hogy kijelölte volna követ. Letérhet még Nyugat-Európa erről az útról, mit gondol? A jó irányba lekanyarodhat innen? Én szerintem már nem. A föderatív Európa híve ugye gyakran jönnek azzal, hogy az egységesülés az egyfajta érdekérvényesítő erőt is jelent, gazdasági sikert hozhat. Belegondolunk, hogy az Egyesült Államokból azután lett világhatalom nagyjából 50-60 évvel, hogy hát szörnyű polgárháborúban ugyan, de eldöntötték a kérdést, és az a föderatív, az unionista Egyesült Államok mellett tették le a voksukat a tagállamok. Mit gondol, mit lehet erre az érvelésre felhozni, milyen ellenérveket lehet megfogalmazni a föderatív Európa az Ever Closer Union támogatóival szemben?
szerintem a történelem ebben az esetben is jó tanítómester és segít nekünk, mert nyilván más kontinenseknek más a történelme. Ha úgy tetszik, akkor az Egyesült Államoké az az integráció története, ezért az, hogy ők bevándorláshoz még máshogy viszonyulnak, ez magától értetődő, mint ahogy mi viszonyulunk itt Európában, különösen Közép-Európában. De Európában a birodalmi törekvések, és itt egy birodalmi Európáról beszélünk, vagy annak a vágyáról beszélünk, a birodalmi törekvések általában nem jártak sikerrel, viszont nagyon sok szenvedést hoztak. Tehát, hogyha mögöttünk hagyott birodalmak utoljára a harmadik birodalom emléke az borzalmas, akkor nem kell megpróbálni szerintem egy negyediket sem. Európának éppen az a történelmi értéke, hogy sokszínű nemzetek alkotják, és ezt egyébként az unió alapdokumentumai elismerik. Tehát én mindig azt mondom, hogy ha valaki a jogtalaján állva vizsgálja azt, hogy milyen keretei vannak ma Európában az együttműködésnek, akkor természetesen a lisszaboni szerződés emberi alkotásait mindig lehet még tökéletesebbet alkotni, de alapvetően rendes, normális kereteket ad az európai együttműködésnek. A baj az az, hogy miután szerződésmódosításra érdemben lehetőség nincs, mert ahhoz mind a 27 európai uniós tagállamnak egyetértésre kellene jutnia, és erre az esély minimális, ezért a nyugat-európai tagállamok és a bizottság, a parlament már réges-régen megkezdte azt a munkát, Brüsszel azon igyekszik, hogy hogyan lehet szerződésmódosítás nélkül újraértelmezni azokat a jogi dokumentumokat, amiknek nem csupán írott szövege egyértelmű, de korábban az értelmezése is egyértelmű volt. Tehát egy lopakodó szerződésmódosításnak vagyunk nap mint nap tanúi és elszenvedői, ami a nemzeti hatásköröket akarja közösségiesíteni, és a budapesti, pozsonyi, prágai hatásköröket átvinni Brüsszelbe. Hadd játsszam egy kicsit az ördög ügyvédjét, ugye szomszédunkban dúl ez a szörnyű háború, felmerült, és a magyar kormány is kommunikált ilyesmit, hogy szükség lehet egy közös európai hadseregre. Elképzelhet egy közös európai hadsereg, közös pénzügy, közös külpolitika nélkül, ugye az osztrák-magyar monarchiában ezt a három tárcát tartotta magánál Bécs. Nyilván adja magát a kérdés, hogy elképzelhető ennek a háromnak a külön választása. Ön mit gondol? Szerintem azért képzelhető el, mert a közös hadsereg alatt nem azt értjük, hogy Európa valamennyi országa a saját haderejét felszámolja, és egy darab közös hadsereget hoz létre, mert ez együtt járna mindazokkal, amelyeket ön is említ, és amelyet történelmi példák is alátámasztanak, hanem arról, hogy Európa gazdasági nagyhatalom még mindig a világban, még akkor is, hogyha mondjuk megnézzük az elmúlt bő másfél évtizednek a gazdasági fejlődését, akkor azt látjuk, hogy az Egyesült Államok majdnem megduplázta, Kína nagyjából meghatszorozta a gazdasági teljesítményét, Európa pedig 30-40%-kal tudta csak növelni, de még így is a három nagy szereplő egyike a világgazdaságban, de ez katonailag nem igaz, és a katonai gyengességnek az egyik oka az az egyébként összességében védelmet jelentő és pozitív intézménye a NATO-nak, hiszen az egy transatlanti kapcsolatot feltételez, és az Egyesült Államoknak a döntő jelenlétét Európában és katonai védelmét. És a másik pedig, hogy Európa nem volt képes arra, hogy olyan közös haderőt hozzon létre, ami nem szünteti meg a nemzeti hadseregeket, de lehetővé teszi, hogy akár egyes konfliktusokban, itt semmiféleképpen nem a jelenlegi orosz-ukrán konfliktusra gondolok, beavatkozzon, vagy pedig olyan tényező legyen, aki mögött katonai hatalom is áll. Mi ezt felvetettük már korábban, 2012-ben a magyar miniszterelnök volt az első, aki ezt felvetette. Ha megnézzük, hogy ma kik szegődtek e gondolat támogatóiul, akkor ők lennének a legjobban meglepve, hogyha szembesülnének azzal, hogy eredetileg ez egy magyar javaslat volt. Tehát szerintem fontos az, hogy Európa akcióképes legyen, ennek ez is lehet része, de ez semmiféleképpen nem szólt, hogy a nemzeti hadsereget felváltsa. Miniszter úr, 1823-ban indítottuk a beszélgetést, zárjuk mondjuk 2033-ban vagy 43-ban. Arról beszélt, hogy rossz úton halad a mag Európa, Nyugat-Európa, amiről már nem biztos, hogy valószínűleg nem tud letérni. Ebben a tekintetben hogy látja Magyarország következő 10-20 évét az Európai Unióban? Hát ha szabad optimistának lenni, akkor én alapvetően mégiscsak optimista vagyok, mert úgy gondolom, hogy az elmúlt évek azt bizonyították, hogy a magyar társadalom ellenálló képessége az kifejezetten erős és jó. A magyar nemzethez tartozás is ma talán sokkal több előnyt rejteget magában, mint a rendszerváltozás óta, vagy még visszább is mehetünk a
kommunizmus közép-európai beköszönte óta bármikor. Úgyhogy én szerintem jó okunk van arra, hogy legyünk optimisták, és ne felejtsük el, hogy végsősoron ezért az mégiscsak rajtunk múlik, úgyhogy ha mindannyian úgy gondoljuk, hogy vannak közös céljaink, közös értékeink, fontos a nemzeti összetartozás, fontos a közös kultúra, és mindezeket meg akarjuk őrizni, akkor szerintem nem rosszabb, hanem jobb helyzetben beszélgethetünk 10 év múlva, vagy akár 20 év múlva is. Így legyen, miniszter úr, szóval fogjuk önt. Nagyon szépen köszönjük, hogy elfogadta a meghívásunkat, megtisztelt minket. A nézőknek pedig kitüntető figyelmüket köszönjük szépen. Tartsanak velünk a legközelebb, és várjuk önöket a viszontlátásra.